Bár fokozatosan minden kórházi osztály újra fogad betegeket, két dolog nem változik. Az egyik a látogatási tilalom, a másik, hogy minden előzetes időpont egyeztetés érvényét veszítette, így szükséges a megelőző konzultációt telefonon, mondta Németh Csaba, a Balassa János Kórház főigazgatója. A mondat továbbra is igaz, ez az egészségügy már egészen más, mint amilyen a vírus veszély előtt volt, tette hozzá. A legújabb minisztériumi utasítás és elrendelés az a fekvőbeteg ellátásnak és az elektív műtéti ellátásoknak az újraindítása. Ehhez a eddigiekben készenlétben tartott ágyaknak egy részét is felhasználhatja a kórház. Most, ami a fekvőbeteg ellátás területén a elmúlt hét, e hét, jövő hétnek az aktualitása, hogy osztályok indulnak újra és kerülnek vissza a régi helyükre. Ez érinti a belgyógyászatot, mely visszaköltözik az eredeti helyére. Újraindulnak a rehabilitációs osztályok és a reumatológiai ellátás, valamint a bőrgyógyászat. Továbbra is 350-370 ágyat készenlétbe kell tartani a járványügyi helyzetre, mondta Németh Csaba. A nagyon szigorú betegbeléptetési rend és a sátornál történő előzetes kérdőíves kikérdezés betegosztályozás az érvényben marad. A kórház főigazgatója arra kér minden légúti problémával küzdőt, semmiképpen se a kórházba induljon először ellátást kérni, telefonáljon a házi orvosának, és ennek utasításai szerint járjon el.